a hatalmas csillár letakarva, a háttérben pedig a festőkép a mennyezeten dolgoznak. Január eleje óta folyamatosan festenek és tapétáznak a szakemberek a Korona Hotel dísztermében. Van, ahol még látszik a korábbi türkis színű festés, az új dizájnban azonban az enyhén csillogó textúrált tapéta, a bézs és az arany színek dominálnak majd. Gyakorlatilag semmit nem romboltunk, semmit nem alakítottunk úgy, hogy ne őrizné meg az eredeti pompáját, báját, sőt, inkább hozzátettünk azzal, hogy az eddig a szobrok ugye fehérek voltak, most aranyszínben pompáznak, és így látszanak, végre láthatóak a szobrok. Gyakorlatilag szeretnénk ezekkel a bézs színekkel, a bézs és töltfehér aranyszínekkel egy régi francia kastélyos hatást adni a teremnek, és ezzel megőrizzük a 125 éves kinézetét is. Ezek a szobrok korábban alig látható fehér színűek voltak, most már ezek is aranyfestést kaptak. A padló jelenleg csak a beton, de hamarosan ez is új burkolatot kap. A nyílászárókat 2017-ben cserélték, azokat most csak felújítják majd, és a fűtés korszerűsítésére is szükség van. A teljes beruházást saját forrásból finanszírozzák, amelyek a tervek szerint a hónap végén befejeződnek. Különböző rendezvényeket szeretnénk itt tartani, fő profilként az esküvőkkel szeretnénk foglalkozni, illetve szeretnénk rengeteg kulturális előadást, beszélgető esteket, koncerteket, vacsoraesteket is megrendezni. A Korona Hotel 125. születésnapja alkalmából az emeleti bálterem nem csak impozáns külsőt, hanem nevet is kap. Ezen túl a Korona Hallban tartják majd az esküvőket és a középiskolás érettségi banketteket.